Sziasztok! Hallani lehet? Jól van, most már én is hallom. Tehát segítek megmozgatni a népet, mert úgy látom, hogy ahhoz ez a fiatal gyülekezet is kicsit nehéz már, hogy megmozduljon. Ez idősebb korban még rosszabb lesz, ezt tanúsíthatom. Tehát csoportokat fogunk létrehozni, mégpedig két kritérium alapján. Az első, akikkel nem vagy közeli kapcsolatban. Sajnálom, az egyik ez a kritérium. A másik, hogy kérem azt, hogy fiúk, lányok vegyesen legyenek a csoportokban. Tehát mondjuk két fiú igyekezzen egy csoportban lenni. Fiúkat kérem, hogy jobban mozogjanak, és ők keressék a helyüket. Lányoknak is szabad, de mondjuk ez olyan férfias dolog, hogy keressétek meg a helyeteket. Tehát olyat kell találni, akikkel nem vagytok közelik. Ez azt jelenti, hogy mondjuk nem találkoztok havonta. Tehát az elmúlt hónapban nem találkoztatok. Nem a gyülekezetben való, valahonnan máshonnan, lehet, hogy már ismeritek, lehet, hogy nem. Na most figyeljetek, 4 lesz egy csoport. Azért 4, 6 lenne, hogyha székeken ülnénk, de mivel hát itt padok vannak, 2 tudtok, mert sokat fogunk együtt dolgozni, így 4-en. Ma megdolgoztatlak benneteket, tehát ahhoz, hogy itt hallható legyen a másiknak a hangja, nagy zsivajban, ahhoz nem lehet több sajnos 4-nél. Hogyha valahol véletlenül 3-an maradnak, az nem rettenetes baj, de azért legyen 4. 2, 2, hátrafordul 2, előrefordul 2, és akkor úgy megoldjátok. Tehát most lesz egy kis zsibongás, hogy azt kérem, hogy olyat keressetek, akivel nem vagytok rendszeres kapcsolatban, és hát ellenkező nemű, az mondom 2, 2 legyen, de legalább egy fiú legyen minden csoportban. És akkor most lehet előre jönni, aki kint vagytok, gyertek be, van rengeteg hely. Van 20 hely. Aki hátul ült, áll, gyertek előre, van sok hely. Nyugodtan álljatok fel, mozogjatok, tessék felállni és mozogni. Aki azonos gyülekezetből jött, az ne maradjon egymás mellett. Jól megkevertem rögtön. Szíveskedjetek mozogni. Ha a fiúk nem mozognak, akkor a lányok mozogjanak, de ezt szégyelném. Nem 5-en, 4-en. Nem 5-en, 4-en. Ahol feles fiúk vannak, azok menjenek máshova. Próbáljuk meg ezt. Most megpróbálunk egy másik mikrofont. Bocsánat, egy kicsit hangos lettem, de mindjárt elhalkítanak. Köszönöm szépen. A felkérés úgy hangzott, hogy ma este a megújulásról lenne szó, hogyha az előadó eljött volna, aki tartotta volna, úgyhogy tegnap értesítést kaptam, hogy ez lesz a téma, és nagyon örültem neki. Egy kis gondolkodás után. Régi versus új. Mit cserélhetünk, cseréljünk le?
Mit ne? Vannak-e örök értékek, vagy az értékek változnak? Hogyan cseréljük le a régit? Hát, ez lesz a téma. Most kérjük meg az Urat. Urunk, kérünk, hogy Te válaszolj ezekre a kérdésekre most mindenkinek. Különösen arra kérlek, hogy a fiatalok szívében válaszolj, hogy tudjanak ők egymásnak válaszolni. A Te szent lelked által. Amen. Tehát ahogy sejtettem két tém mind a kettő veletek, én keveset fogok beszélni. Az ige örök igazsága, Máté 5.19. Tehát ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában, ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz a mennyek országában. Jézus mondja ezeket a szavakat, azt gondolom, hogy többen azt a választ fogalmaztátok meg magatokban, hogy hát nem baj, csak legyünk benne, a kicsik is a mennyországban, de jó lesz ott nagynak lenni. Tehát a mennyországban nyugodtan akarjatok nagynak lenni. Az ott már nem bűnös dolog. Itt se baj, itt se bűn, hogyha tiszta szívvel csináljuk, de ott tiszta lesz a szívünk. Szóval akarjátok Jézus szavát követni, hogy egyet se töröljetek el abból, amit Jézus tanít, abból, amit a Szentírás, az ige tanít. Következő. A reformáció jelmondatait szeretném most nektek itt felidézni, amit tanultatok az iskolában is, már középiskolában is. Öt jelmondata. Hát ez jelszónak azért nem mondom, mert több mint egy szó jelmondatnak majdnem kevés, de azért egy állítás ez. Egyedül a Szentírás. Egyedül hitáltal, egyedül kegyelemből, egyedül Krisztus, és végül egyedül Istené a dicsőség. Mit tudtok felidézni a reformációról, hogy az megújulás volt-e? Egy hangos választ kérek. Igen, azt hiszem, ehhez nem fér kétség. Igazán megújulás volt. Megújult az egyház, megújult a társadalom, nagyon nagy hatása, máig ható, jelentős változásokat okozott a gondolkodásunkban, és a társadalom minden részére kihatott. Mi történt a reformációban? Mi volt az, amit változtattak? Most csapatokat fogunk alkotni, azt már megalkottuk. Ismerkedjetek meg, az első feladat, mondjátok el a neveteket, gyülekezetet, iskolát, stb. És aztán a következő gyakorlat, ez olyan lesz, hogy nem kell mindenkinek rá válaszolni, hogy ne, mondjuk ismeretlen előtt ne kelljen ciki helyzetbe kerülni, de legalább az öt közül egy szót, tehát ami ott pirossal van írva, hogy Szentírás, hit, kegyelem, Krisztus, Isteni a dicsőség, arról mondj valamit, ami a szívedben van, vagy valami, ami eszedbe jut a másik háromnak. Tehát ugye négyesével vagyunk csoportban, és először ismerkedünk, van rá idő, figyelni fogom, hogy ha túl nagy lesz a zsibongás, akkor már látom, hogy végeztetek. Tehát a második kérdéssel is megvárom, amíg végezetek, hogy mindenki mondjon valamit, legalább az egyikről, hogy az neki mit jelent. Ez egy ismerkedés, szellemi vagy lelki ismerkedésnek felel meg. Jó? Tessék, akkor kezdeni. Szólok, hogyha vége van. Nem, nem. Mindenki. Szíveskedjetek csoportot alkotni, jó? Jó, meg vagyunk. Melyik a négy? Ki a négy?
Igen, jó hangos. Kedveseim, a következő feladat már is elkezdődik. Ott van alul. Soroljatok fel mind az öt esetben, tehát egyedül a Szentírás, egyedül a hit, egyedül hitáltal, stb. Soroljatok fel olyan igazságokat, vagy hogy mondjam, nem igazságokat, amelyek bekeveredtek ezek mellé. Most mondok példát. Hát egyedül a Szentírás. A Szentírás mellé egyes testvéreink úgy látták, hogy jó lenne más határozatokat is behozni. Nem akarok megsérteni senkit, de ugye most mi a reformációról beszélünk, és a reformációban azt mondták, hogy a zsinati határozatok, a pápai határozatok, a pápai testületek nem olyan értékűek, mint a Biblia. Nem azt mondták, hogy nem jó. Ennek a gyülekezetnek is vannak határozatai, azok is érvényesek. De ez az öt igazság az üdvösségre vonatkozik. Az üdvösségre, a legfontosabb dologra. Egyedül a Szentírás a mérce az üdvösség tekintetében. Tehát csak egy példát mondtam, hogy a legfelsőbb tanácsi határozatok bármelyik egyházban, akár a baptista egyház, nem tudom milyen tanácsa, valamilyen tanácsa hoz egy határozatot, az nem ér fel a Szentírással. Meg a gyülekezetnek a vényei, vagy a lelkipásztor szava, vagy írása nem ér fel. Üdvösségről van szó, egyedül a Szentírás az írások között. Egyedül hitáltal. Mi férkőzik be a hit helyébe, vagy hit mellé? Azt mondják, hogy hát olyan sok jót cselekedtem, a Jóistenkem meg fog engem üdvözíteni fog, mert egész életemben mindenkivel jót tettem. Emlékeztek ilyen beszédekre? Vagy egyedül kegyelemből, ide mi férkőzött be? Érdemek. Gondoljatok valamilyen érdemre, akár az egyházon belül, vagy valamilyen érdemre. Egyedül Krisztus. A fantáziátokra bízom, most már nem akarok minden sugni, de négyen hozzatok össze, tehát csapatmunka, nem kell, hogy mindenki mondjon, akinek ami eszébe van, mondja, és az lenne a kérésem, hogy valaki jegyezze már föl, mert utána fölírjuk ezeket, amit bemertek mondani. Tehát lesz egy kis gyűjtemény. A lényeg az, amit ott beszéltek meg. Tehát most tényleg az Úristen vezessen benneteket abban, hogy mik azok az igazságok, amelyek igazságnak tűnő dolgok, amelyek beférkőznek az egyházba, és itt most már gondoljatok a saját gyülekezetetekre is, vagy a saját környezetekre, egyházra, mik azok, amelyek így beférkőznek, és felhígítják, vagy meghamisítják azt, hogy egyedül ezáltal, az öt által, jó? Beszélgessetek erről, és utána összegyűjtjük, és kiírjuk, hogy mire jutottunk.
Van olyan csapat, amelyik eljutott az ötödikig? Kezeket fel, aki eljutott az ötödikig. Ötösig. Egy. Kettő. Akkor még egy kicsit várunk, siessetek. Nem sok idő van. Belekezdünk akkor a gyűjtögetésbe. Kérek szépen példákat az egyedül Szentírás sorhoz. Mivel szokták kiegészíteni, mi az, ami még tekintély akar lenni a Szentírás mellett vagy fölött? Igen, azt már említettük, a pápai rendeleteket, de mondjuk a ti saját gyülekezetetekben is, igen? Igen, mondjuk a szenteket említette itt az egyik hölgy. Keresztény irodalom és annak azon. Igen, ez szuper. Keresztény irodalom, amelyik fölülemelkedik a Biblián. A hagyomány az egy nagyon értékes dolog, de akkor, hogyha a Biblia fölül van, a Szentírás fölül van, és a hagyomány alatta van. Azonban azt tapasztaljuk, hogy a gyülekezetben is, az egyházakban is a hagyomány sokszor vagy csak azonos szintre, vagy magasabb szintre kerül, mint a Biblia. Az értelmezés, hát tudjátok, hogy a zsidók is írtak egy másik könyvet a Tóra mellé, Talmudot, amelyik sokkal vastagabb, a végrehajtási utasítás, és abban aztán Jézus nagyon cikizi is őket emiatt, a farizeusokat. De most jöjjünk ide vissza. Köszönöm ezt a megjegyzést. Tessék még mondani, bekiabálással, jó? Egyházrend. Még tessék mondani. Van-e még? Vagy mindenki ugyanezeket írta? Jó, megyünk tovább, mert sok dolgunk van. Második. Tehát egyedül hitáltal. Oda van egy javaslat, hogy mit szoktak még helyébe tenni? Törvény. Igen. Törvény betartása. Tudod írni? Egyedül hitáltal az a második, és törvény. Jöhet. Bűnbocsátó cédula. Köszönöm szépen. Így van. A reformációnak ez volt az egyik véres posztója, amiért nagyon haragudtak a reformátorok, hogy meg lehetett vásárolni az üdvösséget. És mondjuk ki őszintén, hogy olykor van olyan érzésem, hogy még ma is működnek ilyen dolgok. Nem akarok cikizni különféle egyházakat, mert az nem lenne szép, de minthogyha olyan hitet igyekeznének táplálni, ami a Bibliában nincs, de lehet érte pénzt szedni, hogyha a hívek rendszeresen gyakorolnak valamit. De én nem megyek itt tovább, mert tényleg nem szeretnék senkit kellemetlen helyzetbe hozni, de tényleg az az érzése az embernek, hogy olykor az egyedül hitáltal próbáljuk kikerülni, hogy hát azért, ha sokat imádkozunk érte, még ha meghalt is, majd csak valahogy bekerül a mennyországba, hit nélkül. Hát erre gondoltam pontosabban. Van-e még? Cselekedet. Jó cselekedetek, ez a leggyakoribb. Úton, útfélen ezzel találkozom. Olyan jó, hát higgy el, hogy én annyi minden jót tettem, én mindenkivel jót tettem. Biztos a Jóisten ezt majd jóvá írja nekem. Igen, hogyha hiszel.
Ha nem hiszel, akkor ezek fényes bűnök. Így hallottuk az egyik reformátortól. Ha van még, akkor kiabáljatok. Érzések, élmények. Igen, átélések, amelyekre alapoznak hit helyett. Következő, egyedül kegyelem. Hát itt szintén említhetjük a cselekedeteket, ugye, mert kettő, hogy is van, Efézus 2.8, hogy csak kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, hogy senki se kérkedjék, tehát a cselekedeteiben ne kérkedjék. De még mi van? És az hogy jön? Még egyszer? Nem teljesen értem, de attól még lehet, hogy jó. Tehát majd megbeszéljük még ezt. Tessék még nyugodtan mondani, akkor is, hogyha én nem értem, nyugodtan mondjátok. Tehát egyedül kegyelemből. Miből lehetne, mit mondanak még, hogy feltételek. Tehát valamilyen törvény, ugye? Törvényi cselekedet. A törvénynek a betartása. Ez elsősorban arra vonatkozik, igen. A törvény betartása. Származás, igen. Az majd a következőnél is elő fog jönni, igen. Gyermekkeresztség például. Azt mondják, hogy akit megkereszteltek, az már bent van a mennyországban. Most bizonyos értelemben igaz, mert azt mondja Jézus, hogy ha ilyenek nem lesztek, mint a gyermek, akkor meg sem láthatjátok a mennyországot. Csak hogy van a gyermekkorban eljön egy olyan időszak, amitől kezdve felelős az ember a bűneiért, és onnan kezdve sajnos megtérés nélkül, meg hit nélkül, meg kegyelem nélkül, nincs, de az is kegyelem által van, hogy a gyermek üdvözül, csak nem a ráöntött víztől. Még a felnőtt keresztségtől sem, ugye? Tessék. Szentéavatás. Igen, tehát hogyha... Köszönöm. Tehát az maga nem üdvözít. Még egyszer. Utolsó kenet, igen. Tegnap imádkoztam egy személyért, aki halálán van, és nagyon közelről éltem át ennek a különlegességét, mert a fia felhívott Németországból, hogy az apukája halálán van, és talán elfogadna, és akkor a testvére elment hozzá, megkérdezte, hogy fogadna-e. Ő ismert engem, egyszer-kétszer látott, de Isten ellen kifejezetten lázadt. De egész életében nagyon haragudott arra, hogyha a keresztények beszéltek neki, a saját fia is beszélt neki Jézusról. És hát egy csodálatos élmény volt, mert azt mondta a lányának, hogy fogad. És akkor megjelentem, gyere Géza, ülj le. És akkor kicsit beszélgettünk, ilyen bevezető beszélgetés, és utána kérdeztem tőle, hogy szeretne Istennel találkozni, szeretné-e az Istent befogadni, Jézust befogadni? Igen. És akkor elmondtam az evangéliumot, kérdeztem tőle, hogy hiszi-e, elfogadja-e Jézus Krisztust, a bűneit, mindent. Megbeszéltünk, egy fél óra volt az egész. És elimádkozta, azt azért kérte, hogy segítsek imádkozni. És akkor utána mondta. És megnyugodott, nem tudom, hogy túlélte-e már még ezt a pillanatot, még nem kaptam róla hírt, hogy elment volna, de ő maga is megnyugodva, megbékélve, tehát van kegyelem, akkor is, hogyha valaki a legvégét járja, de azzal, hogy én csak elmondtam volna egy mondatot, vagy egy, hogy mondjam, egy
egy liturgiát fölötte, attól még nem lett volna. Csak az elfogadott hitáltali kegyelem. Következő, egyedül Krisztus. Tessék mondani, bekiabálással. Bálványok, igen. Vannak-e ma bálványok? Vannak-e az embereknek olyan, hogy jaj, megyek vizsgázni, és akkor szorongatja azt a nem tudom mit. Kabalát, igen, és egyik osztálytársam azt mondja, hogy én emlékszem, hogy a múltkor hogy mentem, hogy léptem fel, egyetemi hallgató volt, még szóval régebben volt, történt a dolog egy kicsit, és azt mondja, mindig ugyanúgy megyek, ahogy ötöst kaptam, hogy ötöst kapjak. Na most, ugye az ember úgy elcsodálkozik rajta, de élő dolog, hogy babonásak az emberek is. Egészen az üdvösségig babonásak. Tovább. Így van. Tehát közben járók. Nincsen más közben járó, egyedül Jézus Krisztus. Sem a szentek, sem Szűz Mária, sem senki, aki már meghalt, azoknak a megidézése, senki nem segít, senki által nincsen kegyelem, csak a Krisztus által. Köszönöm. Van-e még? Lelkipásztorok, papok. Tehát, hogy mi sem tudunk segíteni a Krisztus nélkül. Egyedül a Krisztus tud segíteni. Tessék? Tévtanítok, igen. Tovább menjünk. Minden Solideo Gloria, ugye? Tehát ki tart még igényt arra, hogy övé legyen a dicsőség? Hát, emberek, én magam is gyakran, és az nagyon veszélyes. Isten oda nem küld áldást. Menjünk tovább. Vissza tudsz lépni? Ugye ezek megújulást hoztak az egyházban. Most az a kérdésem, új dolgok voltak ezek? Ez az öt. Ezt a reformátorok találták föl? Nem. Hanem régi dolgok voltak. Eredeti. Tehát a kereszténység eredeti tanításai. Tehát amikor arról beszélünk, hogy megújulás, akkor nagyon furcsa, hogy tulajdonképpen vissza kell menni az eredetihez. Megújulás, és úgy húzunk újat, hogy a régit hozzuk vissza? Tartalmilag igen. Lépjünk egyet. Az első típusú megújulás az tartalmi, visszatérés az evangélium igazságaira. Hogy legyen meg az igazság minden része, és vágjunk le mindent, ami nem része. Itt most főleg azzal foglalkoztunk, hogy vannak olyan igazságok, amelyek nem része az evangéliumnak, vannak olyan állítások, amelyek nem igazságok, de azért a másik is igaz, hogy legyen meg az igazság minden része. Emlékeztek-e, hogy milyen igazság alapján neveznek minket baptistáknak? Ez a legkönnyebb kérdés. Ugye a bemerítés igazsága. Egyszer csak felfedezték a reformációnak a népi irányzata, felfedezte a Bibliában, hogy hát ott mindenkit bemerítettek. Az eredeti szöveg bemerítésről szól. És felnőtteket megtérés alapján, hát akkor ide vissza kell térni. Tehát valamit elfelejtettek. És lényegében a pünkösdi mozgalom is így jött létre. Elfelejtettük a Szentlélekkel való életet. Elfelejtettük a Szentlélek ajándékainak a megfelelő helyre való tartását az életünkben. Tehát a megújulásnak, a tartalmi megújulásnak az egyik része, hogy az evangélium minden igazságát gyakoroljuk, és ami meg nem igaz, azt vágjuk le. És akkor itt most végeztünk a tartalmi résszel, a megújulás tartalmi részével. Menjünk tovább. A forma, ahogy megéljük és továbbadjuk.
Aki titeket befogad, az engem fogad be, és aki engem fogad be, az azt fogadja be, aki elküldött engem. Hogyan ez ide? Kicsit gondolkodjatok rajta. Aki titeket befogad, az engem fogad be, mondja Jézus, és aki engem fogad be, az a mennyei atyát fogadja be. Ha mi azt szeretnénk, hogy megtérjenek a nem hívők, akkor őnekik be kell fogadni az Istent. De ahhoz egyedül Jézuson keresztül jutnak el. És ahhoz, hogy ők Jézust befogadják, azt mondja Jézus, ha titeket befogadnak, engem fogadnak be. Na most itt jön a formai rész, hogy ha én olyan formát öltök, amelyik elfogadható a világnak, az osztálytársaimnak, munkatársaimnak, ha ők befogadnak engem, akkor velem együtt befogadják az Urat. Nagybátyám kutató volt, nagyon neves ember volt, hát illetve nagyon sok jó munkája volt, nem hagyták őt kivontakozni, mert nem lépett be a pártba. Ezt mikor, nem tudom én, hanyatszor már jöttek, hogy Mike doktor, lépjen be a pártba. Azt mondja Károly bátyám, szívesen belépek. Hát mi történt magával? Eddig sose akart belépni. Meggondoltam. Csak tudjanak róla, hogy ha én belépek, akkor Jézus Krisztus is belép. Akkor kicsit elhallgattak, visszavonultak, megtárgyalták, soha többet nem jöttek hozzá, hogy lépjen be a pártba. De szóval elhitték neki, mert ő tényleg olyan volt, hogy ahol ő ott volt az Úr Jézus, a Krisztus. Sokan megtértek, Kozdra járt evangelizálni, ha valaki onnan való tudhatja, Mike Károly. De ez a jelmondatunk most Rózsakertben, ahol vagyok, ott van. Na most, miért kellett nekünk gyülekezetet plantálni, kezdeni? Ez azért volt, mert azt láttuk 1980-as években, hogy ahhoz, hogy valakit befogadjon a gyülekezet, először olyanná akarta tenni, amilyennek mi vagyunk. Úgy öltözött, mi behoztunk oda ilyen büdös, aluljáros gyerekeket, akkor hogy is hívták őket? Csövesek. Köszönöm. Jöttek a csövesek velünk, így az első két sorba ültek, és hát büdösek voltak. Kivert mellényben, hogy hívják, bőr szegetes. Hát nem úgy pont, mint a motorosok, de nem mindesetre valami kis hasonlóság van. De befogadjuk a motorosokat is. És akkor ott ültek elől, és a gyülekezetben fintorogtak a testvérek, tényleg. És akkor éreztem azt, hogy ezek még olyanok nem lesznek, mint mi, addig mi nem fogadjuk be. És nyilván, hogy ők azért fogadtak be engem a Kosztolányi Dezső téren, mert én olyanná lettem, mint ők, jól lett idősebb voltam. És akkor éreztem, hogy ez rettentő feszültség. És ilyen feszültség sok volt. Ahhoz, hogy titeket befogadjanak, ahhoz külsőben, kultúrában nem szabad nekünk nagyon másnak lenni, vagy direkt másnak lenni, hanem amennyire lehet magyarnak kell lenni, amennyire lehet a mai kultúrában kell élni, kivéve a bűnt. Ugye Jézus is felvette a ruhánkat, olyan lett, mint mi, kivéve a bűnt. Menjünk tovább. Az evangélium igazság és az azt hordozó kultúra. Szeresd fele barátodat, vagy szeresd ellenségedet, mondja Jézus, ez az evangélium igazság. Az azt hordozó kultúra például magyaroknak magyarul hirdesd az evangéliumot. Ez túl triviális. De hát azért van, ahol latinul próbálták ezt megoldani. De nem csak az, nem akarom mindig őket cikizni, mert nagyon szeretem a katolikusokat. Bocsássatok meg minden katolikus, mert igazán szeretlek benneteket, ha vagytok itt. Csak
hát ettől még az igazság, tehát mi itt vagyunk, és azt hisszük, hogy ez így igaz, és megbeszélünk mindent mindenkivel szívesen, és befogadlak benneteket, meg ti is fogadjatok be, de azért beszélgetünk egyenesen. Tehát például zenei stílusban, vagy tehát ez, az is egy nyelv. Úgy kellene megszólítani az embereket, ahogy ők beszélnek. Ha nem azon a nyelven szólunk, nyilvánvaló, ezt ti tudjátok, ezt nem kell erről titeket meggyőzni. Néha annyira összenő a kettő, hogy nem lehet elválasztani. Annak idején gyülekezetünkben, anyagyülekezetünkben én gyülekezetvezető presbiter voltam már, és a gyülekezet jelentős része így rettegett, hogy a Géza holnap mit fog megváltoztatni. És őszintén szóval megsajnáltam őket, meg jött egy testvér, aki segített, azt mondta, hogy Géza, aki az óbort megkóstolta, mondja Jézus, az azt mondja, hogy jó. Aki az óbort megkóstolta, az azt mondja, hogy jó. És igaz? Nagyon igaz. Hát az óbor sokkal jobb, mint az újbor. Az újbor az még karcos. Köszönöm. Itt van valaki, aki tudja a kifejezéseket. Köszönöm szépen. Mi összedolgozunk, egy csapat vagyunk. Oldalkocsitba be fogok ülni. Az új bort új tömlőbe kell tölteni. De erről majd később. Tehát a lényeg az, hogy megsajnáltam, és testvér segítségével meg is fogadtam, hogy abba hagyom én ezt a változtatást. Szegény testvérek annyit szenvednek tőlem, mert a szavalatok megszűnnek, nem ülök be az énekkarba, aztán sok minden olyan forradalmi dolgot csinált, ami nem igazán építette a közösséget, és rájöttem, hogy ez nem jó nekik. Márpedig a testvériséget szeretném építeni, de ugyanakkor meg szeretném, hogyha bejönnének ezek a büdös gyerekek is. És akkor végső soron, hát így jött az, hogy elkezdtünk imádkozni azért, hogy az Úr adjon új tömlőt. És akkor jött a rendszerváltás, és lehetett új gyülekezetet kezdeni. Menjünk tovább. Egyébként az nagy élmény volt nekem, Koreában láttam a koreai gyülekezetet, akik tényleg azt hittem, hogy vicc. Fölkeltünk 4-kor, és 5 óra előtt kicsivel odaértünk, és azt gondoltam, hogy hát jó, hát lesznek egy páron. Egy ilyen 5000 fős helység volt, és nem volt hely. És fönt, pontosan 5 órakor reggel bevonult egy óriási énekkar, több száz fős énekkar, és utána jöttek a zenészek, elfoglalták a helyüket, jött a karmester, és európai szimfonikus zene. Reggel 5-kor. Tehát komolyan, alig hittem, hogy itt vagy, hogy ez tényleg igaz ez. És csodálatos volt az egész, de ugye el tudom képzelni, amint ez alább hagy egy kicsit, hogy az öregek mit mondanak a fiatalabbaknak, hogy hát ugye ez is része a, hát az evangélium, ugye, hogy reggel 5-kor fölkelni. És ez egyébként, tudjátok, onnan jött, hogy ők, mikor szellemimádók voltak, akkor ők kimentek a hegyekre reggel 5-kor, minden reggel, és mielőtt a munkába mentek, imádták az isteneiket, imádkoztak. És mikor keresztényekké lettek, minden gyülekezet megépítette a hegy oldalát, én is mentem oda ki, és kaptam én is egy követ, amire párnát lehetett kivinni, még egy ruhát is kaptam, ima ruhát is kaptam, ma is megvan az ő jelvényükkel, a gyülekezeti jelvényükkel együtt, és azzal mentem ki, és ott imádkoztunk a hegyoldalban. Körbenéztem, és óriási hegyoldal, és kiabálás, mindenki kiabálva imádkozott. Gyönyörű volt egyébként, tényleg ez megható, csak elképzelem, hogy ezeknél az embereknél, ahogy összenőtt a szokás,
a hittel, az igazsággal, a Biblia igazságaival, amikor ezek a szokások úgy majd megrecsennek, mert megrecsennek. Hát nem tudom, mostában nem jártam kint, ez 89-90-ben jártam kint, hogy vannak most az atyafiak odakint. De hát én csak a mi gyülekezetünkből, Budafokiból, amikor oda jártunk, indulok ki, hogy azt mondta egyik atyafi, hogy Géza, hát meg van írva. Péterék fölmentek reggel 9-re imádkozni. Az imaórát ne bántsd már. És tényleg úgy éreztem, mintha bepiszkoltam volna a kezemet, amikor azt mondtam, hogy testvérek, az imaórával csak 5 baj van. Hogy nem járnak a testvérek. Aki eljön, miért késik? Aki késve eljön, miért nem imádkozik? Aki eljön és imádkozik, az miért nem a tárgyszerűen imádkozik, és hogy, tudom én, még volt egy valami, már most elfelejtettem. Én mióta élek, még mindig ezeken vitatkozunk, és tárgyaljuk ezeket a dolgokat. És ugyanakkor, mikor vége van az Isten tiszteletnek, a fiatalok Budafokon vissza ott maradtunk, sokan voltunk. Ott maradtunk, és arról beszélgettünk, hogy most meghallgattuk az ige hirdetést, és most mit fogunk csinálni, hogyha elmegyünk. Holnaptól mit fogunk megváltoztatni az életünkbe? És következő hét, amikor visszajöttünk, akkor megkérdeztük, hogy na, sikerült! Sikerült! Emlékeztünk, hogy mi volt múlt héten. Kis csoportokban beszélgettünk, és aztán lassan sikerült a gyülekezetnek egy jó részét bevonni ebbe, hogy ilyen kis csoportokban beszélgettünk. Igen ám, de ugye 9, 10, 11, és akkor kezdtük még csak a beszélgetést. És ugye az ebéd, gyerekek, anyák mondták, hogy ez így nem mehet tovább. Ők is szerettek volna részt venni, de hát nem lehetett így. Úgyhogy akkor hát ez volt az a bizonyos veszélyes pillanat, amikor azt mondtam, hogy testvérek, ima óra miatt mindig sírtok, tegyük egy órával korábbra az Isten tiszteletet, és akkor szép nyugodtan ott maradunk, és megbeszéljük, hogy hogyan fogjuk megvalósítani az igét. Hú, azt nem lehet, hát Péterék reggel 9-re imaórára mentek. Na hát valami ilyesmire gondolok, hogy miről van szó? Arról van szó, hogy összenő az igazság, amiről beszéltünk, az evangélium igazság, és az a forma, amiben gyakoroljuk. Úgy összenő, hogy már szét se tudod választani. Legalábbis te szét tudod, de nem tudod megmagyarázni, hogy testvér, hát ez szokás, ez nyelv, ez stílus, ez kultúra. És a kultúra nem ugyanaz, mint volt a zsidó kultúra abban az időben. Más kultúrában élünk. Még csak nem is ugyanaz, mint a nagyapáink, mert mondták nekem, Géza, nagyapádnak jó volt, apádnak jó volt, neked miért nem jó? És hát tényleg úgy gondoltam, hogy ezeknek igazuk van. Hát ők jól érzik magukat, most miért rombolom én itt a levegőt? És komoly válságot jelentett számomra, egészen addig még azt az igét meg nem találtam, hogy az új bort új tömlőbe is öntsétek. Megyünk tovább. Milyen legyen a keresztények kultúrája? Na mit gondoltok erről az emberről? Milyen gyorsan tud mozogni? Ugye a cél, hogy az evangéliumot eljuttassuk, oda menjünk, menjetek a világba és hirdessétek az evangéliumot. Ez a fortress mentality, ugye ez a védekező álláspont. Még tovább. Na hát, ebben a ruhában lehet mozogni. És ilyen ruhában még be is fogadnak téged. A másikban csak nevetnek rajtad. Azt mondják, hogy jaj, de érdekes, ez baptista. Rólam egyébként nagyon ilyen véleménnyel voltak. Tehát azért meg kell mondanom, hogy nem kezdettől fogva mertem én fölvállalni magamat. Az egyetemen is azt mondja, Gézának a fehér foltjai. Szörnyű, hogy valaki ennyire egysíkú legyen. És tényleg az voltam. Tehát valószínűleg maradtam is sok területen, mert az ember nehezen lép ki azért abból a folyóból, amiben elindult. Menjünk tovább. Tehát a második típusú megújulás, pöccentsé rajta, a kultúránknak szolgálnia kell, tehát a mi gyülekezeti kultúránknak, a tieteknek,
Szolgálnia kell az evangélium szabad mozgását. Nyelvezet, szokások, zene, életstílus. Na de hol vannak a határaink ebben is? Itt vannak azért határok, hogy ne botránkoztassuk meg a testvéreket, hogy tudunk úgy változtatni, hogy ők is elfogadják. Édesapám, de ismeritek a Kovács Géza bácsit? Hát ez egy szuper ember, azt én mondhatom. Most 89 éves, és hogyha valaki tudja, hogy mi volt Újpesten, Budafokon, Debrecenben, Kecskeméten, akkor azt láthatjuk az egész élete folyamán, hogy ő képes volt erre az átmenetre. Tehát, hogy egy gyülekezeten belül, tehát neki nem kellett új gyülekezetet plantálni, én nem vagyok képes erre. Tehát darabos vagyok, megmondom nekik, az igazságbajnoka, ezek nagyon rossz jelzők, sajnos, és nem alkalmasak arra, hogy szépen, finoman, és ezt meg tudta oldani, hogy azt mondja, Géza, mindig a haladás, a megújulás oldalára kell állni, de úgy, hogy a többiek bírjanak valamennyire lépést tartani. Egy-kettő lemarad, az nem baj, de a gyülekezet nagyjából azért tudjon menni veled. Hát ez, nekem ez nagyon fájdalom, tehát ez nagyon nehezen megy. Tehát az Úrba, akinek megadja ezt a kegyelmet, hogy újító legyen, akkor azt úgy kell, hogy végrehajtsa, hogy miközben isszák a régi bort, az óbort, és belecsempésztek egy kis újat, úgy érezzék, hogy ez még mindig ugyanaz, vagy hogy szeressék. Nem, ez nekem nem adatott meg. Na most csapatmunka következik, de el kell szomorítani benneteket, mert a jó bevált kis négyes csoportot most megváltoztatjuk, és ugyanez az alapelv, akiket nem ismersz közelről, vagy nincsen szoros kapcsolatod, és hogy fiúk, lányok vegyesen legyenek. Most láttam, hogy nem mindenütt sikerült kiegyenlítetten lenni, hogy két fiú, két lány, most próbáljátok meg, mindenki álljon fel, mozogjon, és utána megoldjuk ezt a feladatot. Újra tervezés! Tessenek megismerkedni, leülni és megismerkedni, állva is szabad lenni, állva is szabad, csak ismerkedjetek össze. Hányig szoktatok lenni? Hány óráig szoktatok együtt lenni? Tudom. De ez most nem előadás, úgyhogy egy ismerkedés. Mi lesz utána? Na most olyanról beszélhettek, amire készültetek ilyen témában, ezek már a formai kérdések. Beszéljétek meg, hogy milyen megoldásai vannak a gyülekezet formai, kulturális megújulásának, milyen akadályokat kell legyőzni, és hogyan lehet legyőzni az akadályokat. Nagyon kevés időnk van, mert már lejárt az előadás ideje, úgyhogy szíveskedjetek gyorsan jegyzetelni, összegyűjtjük és befejezzük.
Jó. Fiúk, beszélgessetek. Ezt belemondod a mikrofonba. Kedves fiatalok, ennyi volt az idő, bocsánat, most összeszedjük a morzsákat, maradékokat 12 teli kosárral, úgyhogy szíveskedjetek mondani, és milyen megoldásai vannak a gyülekezet formai, kulturális megújulásának. Mondjatok, ami eszetekbe jutott, és felírtátok, jó? Közösségi vasárnap. Légy szíves. Ifjúsági istentisztelet. Éppen most akarunk egy ilyet bevezetni, úgyhogy... Házi csoport. Győzöd? Jó. Tessék bekiabálni. Ugyanezekre gondol... Ami még új van, tessék mondani. Nyílt alkalmak. Mindenki lefordítja magának, most nem, már nem, nincs időnk magyarázni, tessék. Média. Nagyon jó. Van-e még? Személyes bizonyságtételek. Hát én ezért értem, hogy a munkahelyen, ott szolgálni és hozni a gyülekezetbe, de... Ugye sokszor az a mondás, hogy hát igen, de nincs hova vinni, meg ilyeneket hallok, nem tudom, hogy miért. Következő kérdés mi volt? Milyen akadályokat kell legyőzni? Tehát mik az akadályok? Ez sajnálatos, hogy ilyeneket is kell mondanunk, de mondjuk meg. Régi szokások, generációkülönbség, vallásosság, stílusbeli különbség. Bírod írni? Nem hallottam. Kényelmesség. Az nagy teli találat. Nincs nehezebb, mint megváltoztatni a gyülekezet szokásait. Képzeljétek-e, 23 éves az új gyülekezetünk, Rózsakert. De már úgy érzem magam, mint egy agastyán gyülekezetben sokszor. Tehát komolyan
Persze ők meg azt mondják, Géza, már megint milyen újat akarsz. Úgyhogy most elkezdtünk két új gyülekezetet. De hát ennek ez a rendje, sorja. Igen? Kényelmesség. Hogyan lehet legyőzni az akadályokat? Vidáman, hogy mit mondtál? Tessék mondani, bekiabálni hátulról is. Elszántság. Bátorság. Imádság. Jaj, köszönöm, testvérem, hadd fogjak meg. Kompromisszumkészség. Ez is nagyon... Hát, baptista kibújt belőled. Szavazás. És akkor a következő, ezek után az következik, hogy és két, lőn két gyülekezet. De az nem az a fajta, ami a gyülekezet plantálás, hanem a szakadás. De tényleg, tehát a szavazás ez bevett dolog, és nem szólhatok ellene semmit, mert benne van a jogszabályokban az egyházban, úgyhogy mi nem gyakoroljuk, de ez nem, ez csak ilyen házi rend. Van-e még? Példamutatás, szeretet, türelem, ugye a lélek gyümölcse. Adja az Úr, hogy nálam sokkal türelmesebbek legyetek, és tudjátok meggyőzni az embereket egyenként, szeretettel, hogy testvér, egy kicsit ebből a zenéből is fogadjon el, vagy ehhez hasonlókat. Jó, megyünk tovább, mert itt a vége. Böjt, én nem is mondtam, de köszönöm, te meghallottad valahol, vagy saját magad. Tehát akkor nem erre megyünk, a harmadik típusú következik. Erről csak tényleg slágbortokban, hiszen erről sokat elárultam nektek a harmadikról, az pedig a szaporodás. Tehát új gyülekezet. Új tömlőbe, az új bort töltsétek új tömlőbe. Ja, ott is lehetett volna látni. Azért ez kényelmesebb. A gyülekezet plantálás egyik célja elérni az el nem ért kulturális csoportokat. Tehát nem csak földrajzi. Ugye, mikor kezdtük a gyülekezet plantálást, azt kellett mondanunk, mert az is igaz volt, de egy kis mellébeszélés, hogy hát Buda Tétényben még nincs gyülekezet, csak Budafokon, ami 4 kilométer. De azért a barátainknak elmondtuk, hogy egy másmilyen kultúrájú gyülekezetet szeretnénk, és nem hívőkből szeretnénk felépíteni a gyülekezetet, úgyhogy megtérnek. És 10 évig nem is engedtünk oda a hívőket, csak megtérendőket. És ez, hú gyerekek, ezt kívánom vissza ezt az időt. Amikor olyanoknak beszélsz, akik sehol máshol nem hallották az evangéliumot, és isszák a szavaidat, és arra mennek, amerre mondod. Na hát veszélyes, mert ugye nehogy véletlenül saját magadat prédikált. Tehát ez csodálatos dolog, amikor mondod az evangéliumot, és elhiszik. És nincs semmi ellen, és na akkor csináljuk. És szóval csak kis kedvet csináltam nektek az új gyülekezetekhez. De ehhez csapat, lett volna egy kis csapatmunka, ha valakinek van tapasztalata a gyülekezet plantálásról, de ezt most már majd házi feladat lesz, és itt a vége, a régi és új, vissza az ige eredeti igazságaihoz, se több, se kevesebb ne legyen, mint az ige igazsága, ami a tartalom. A gyülekezet kultúrája, a forma, a szolgálja, egy elbetű kimaradt, szolgálja az evangélium terjedését. És hát ugye ez lenne az a kulcsszó, hogy egy folyamatos változás. Tehát ha nagyon sokáig nem változik a gyülekezet, akkor recseg. De hogyha folyamatosan változik, akkor, ahogy én az édesapámnál láttam, az csodálatos. Itt a vége. Valami még volt ott. Új bort, új tömlében, ne félj a gyülekezet plantálástól, de elhívott vezető és csapat kell. Tehát azt meg kell várni, ki kell imádkozni. Legalább 1 év az előkészítés egy kis csapattal. Amen.